Köszöntök mindenkit Pécsaldváros önkormányzati képviselőtestületi ülésén. Mielőtt megkezdenénk ülésünket, egy szolgálati közlemény. Jelenleg ezt a felvételre fogják látni a tévénézők egy műszaki probléma miatt, amin nyilván majd dolgoznak a szakemberek és el fogják hárítani, de így felvételről fogják még hozzá a holnapi nap folyamán, azaz kedden ezt a felvételt. Köszöntök mindenkit a járási hivatal részéről, képviselőket, kollégákat, intézményvezetőket, jegyzőurat, remélem, hogy senkit nem hagytam ki. A meghívóban kiküldött napirendi pontoknak megfelelően fogunk haladni. Egyetlen egy javaslatom van, hogy a 4-es és a 6-os napirendi pontot, mivel mind a kettő Péterhez tartozik, pénzügyi osztályvezető úrhoz, így azt a kettőt egybe kezeljük, hogyha megengeditek. A többi napirendi pont az változatlan lenne. Az első napirendi pontunk tájékoztató a tanévkezdésről az intézmények vezetőitől. Én arra kérném, kezdjük akkor Zsuzsival, hogy az óvoda részéről, majd aztán, hogyha helyet tudnátok cserélni Györgyével, aki az általános iskolával kapcsolatos dolgokat megosztaná velük. Parancsolj! Szeretettel köszöntöm Zádori János polgármester urat, a tisztelt képviselőtestület tagjait, a meghívott vendégeket, és természetesen a képernyő előtt ülőket is. A pécsváradi szivárvány német nemzetiségi óvoda és bölcsöde a 2020-21-es nevelési évet szeptember 1-én 101 óvodás gyermekkel megkezdte. A Gesztenyés úti óvodában 41 gyerekkel két csoportban, a Vár utcai óvodában pedig 60 gyermekkel három csoportban. A csoportlétszámok átlagban 20 fő. A bölcsödében a tavaszi beiratkozásnál olyan sok gyermek jelentkezett, hogy a fenntartó döntése alapján beindítottunk szeptembertől a harmadik bölcsödei csoportot. Így 12 fővel több bölcsödést tudtunk felvenni. Összesen 36 bölcsödésünk van jelenleg a három bölcsödei csoportban, csoportonként 12 fővel. Egy gyermeket sem kellett elutasítani, illetve várólistára tenni, de el kell, hogy mondjam, hogy a bölcsödei férőhelyek száma jelen pillanatban megteltett. Egész nyáron folytak a munkálatok a Gesztenyés úti óvodában, és mostanra elmondhatom, hogy elkészültek a csoportszobák, és egy szép új környezetben tudtuk fogadni a bölcsödéseket és az óvodásokat. A bölcsödei csoportok a Gesztenyés úti óvodában a földszinten kaptak helyet, a két óvodai csoport pedig a felköltözött az emeletre. A bölcsödében három új csecsemő és kisgyermeknevelőt tudtunk felvenni. Dénes Ingridet, Papné Kis Gittát, Kisföldi Diánát. Az óvodában pedig a kégyesen lévő óvodapedagógus Krók Adrien és Csibigungl Adrien pedig visszajött. Az EMMI egy intézkedési tervet adott ki a köznevelési intézmények számára, ami az óvodát is érinti. Ennek megfelelően intézkedtünk, és fokozottan ügyelnünk kellett a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartására. Tehát elvégeztük a nyáron a nagytakarítást, és fertőtlenítettük az mindkét intézményünket, elvégeztük a rágcsálóírtást is, a konyhában is fokozott figyelmet fordítottunk a fertőtlenítésre. A fenntartók jóvoltából tisztítószerek és fertőtlenítőszerek folyamatosan rendelkezésünkre álltak, és emellett a kormány részéről is megkaptuk azt a csomagot, ami a kézfertőtlenítőt és a felületfertőtlenítőt tartalmazott, melyet rendszeresen használunk. Emellett igyekszünk mindent megtenni, amit fokozott higiéniát biztosítják. Például gondolok arra, hogy a dajkák naponta több alkalommal fertőtlenítenek, főleg a kilincseket, és az óvónők is nagy gondot fordítanak a szabályok betartására. Mindkét óvoda egy ózongenerátort fog majd kapni, amivel folyamatosan tudjuk a termeket fertőtleníteni egy teljesen vegyszermentes, környezetbarát eljárással. Minden csoportnak csoportonként megtartottuk az udvaron a szabadban a szülő értekezleteket. Az új gyermekek szüleinek már augusztusban megtartottuk, mert úgy éreztük, hogy valamilyen kontaktot fel kell venni velük,
hiszen a tavaszi beiratkozás speciálisan zajlott interneten keresztül. A szülők megismerkedhettek tehát az óvónőkkel, megnézhették az óvodát, a szép csoportszobát, ahova a gyermekeiket fogják majd járatni. A szülőknek megadtuk a megfelelő tájékoztatást is, az új eljárásrendet, tehát azt, hogy mit várunk el tőlük. Például a vírusra való tekintettel reggel az óvodás gyermekeket a főbejáratnál vesszük át, illetve délután ugyanígy az ajtónál adjuk át. A bölcsödések pedig a bölcsöde bejáratát használják. Ügyelünk arra, hogy az óvodás és a bölcsödés gyermekek ne érintkezzenek egymással. Amennyiben egy gyermeknél betegség jeleit észleljük, haladéktalanul el kell vinni a gyermekorvoshoz a gyermeket a szülőnek. A gyermek az óvodában kizárólag orvosi igazolással jöhet vissza. Nagyon szépen köszönöm a szülőknek azt, hogy a helyzetnek megfelelően a szabályokat betartják, és együttműködő partnerek a gyermekek egészsége érdekében. Beszoktatásról egy pár szót mondani. A beszoktatás időszaka az előző évekhez hasonlóan most is biztosítva volt ebben a helyzetben, azzal a különbséggel, hogy most az óvoda udvarán történt. Szerencsére az időjárás is kedvezett ebben. Kértem az óvodapedagógusokat, hogy amelyik csoportban több új gyermek érkezik, ott lépcsőzetesen kérjük be az új gyermekeket, hogy egyszerre több szülő ne tartózkodjon az udvaron. A bölcsödéből érkező gyermekek szeptember 1-től jöttek, nekik pár nap alatt elég volt, hogy megszokják az új környezetet és a felnőtteket. Az otthonról jövő gyermekek is 2 hét alatt zökkenőmentesen szépen beszoktak az óvodában. Ebben a 2 hétben arra kértük a szülőket, hogy maszkot viseljenek és használják a kézfertőtlenítőt, amit nagyon szépen be is tartottak, és köszönjük nekik. A nevelési év munkatervében természetesen minden eddigi óvodai program szerepel, viszont alkalmazkodnunk kell az aktuális helyzethez. Át kell gondolnunk, mik azok a lépések, amelyekben változtatnunk kell. Az első fél évben tervezett programokat az óvoda falain belül tervezzük úgy, hogy minél kevesebb összejövetellel járjon. A szülőket sajnos nem minden esetben tudjuk majd meghívni, mint az eddigi években. Első ünnepünk lesz a gesztenyeszületi mulatság a Zengő alján programsorozatunk leányvásár előtti héten. A kézműves hetet megtartjuk, viszont a zárónapon szülők nélkül tervezzük. Tehát délelőtt megtartanánk a zenés óvodai programunkat, és gesztenyét sütnénk a gyerekeknek. A mártonnapi felvonulás is szeretnénk megtartani, de hogy milyen formában tudjuk majd megszervezni, azt az aktuális helyzettől fog majd függni. Fontosnak tartjuk, hogy a megszokott rendben működjön az óvoda. Logopédiai, egyéni fejlesztő és hittanfoglalkozások továbbra is lesznek, ahogy eddig. Réfi Csilla táncos mozgásfejlesztő foglalkozása viszont sajnos elmarad ebben az időszakban. Az óvodapedagógusok a 10 órai elfogyasztása után igyekeznek kimenni a gyerekekkel az udvarra, a szabadba, és minél több időt kint tölteni a friss levegőn. Ez azért is tesszük, mert pályáztunk a Zöld Óvoda cím elnyerésére is, ami a környezetet tudatos nevelést hangsúlyozza. Nagyon sokféle tevékenységgel közelítjük meg a környezet tudatosságra nevelést. Sétákkal, kirándulásokkal, szelektív hulladékgyűjtéssel, és még sorolhatnám. Bízom benne, hogy a tervezett programok, ha szűkebb körben is, de meg fognak valósulni, és élményben gazdag nevelési évet fogunk majd lezárni a tanév végén. És most köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen. Képviselőtársaim, valakinek kérdése esetleg? Jó, egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Ugye az, amit mondtál azokról a rendelkezésekről, amit hoztunk az óvoda látogatással kapcsolatban, én továbbra is arra hívnám fel minden szülő figyelmét, hogy ez higgyel mindenki, hogy saját érdekében van. Ezt ugyanúgy már előre az iskolára vonatkozóan is el szeretném mondani, tehát
az nagyon fontos, nagyon sok szülő keresett meg bennünket azzal az elkeseredett megjegyzéssel, hogyha véletlenül az óvodát vagy a bölcsödét be kellene, vagy az iskolát zárni, egyszerűen nem tudná megoldani most. Tehát a tavasszal ellőtték az összes lehetőséget szabadságilag, és akár az állásuk is veszélybe kerülhet. Úgyhogy ezért minden szülőnek meg kell azt érteni, hogy ennél most fontosabb nincs. Tehát célirányosan az oktató nevelő intézmények nyitvatartása, idősek otthona megvédése. A többi az egy teljesen más kategória. Ez a kettő, ez felülír mindent, erre kell a legjobban figyelni, és erre kérném így a tévén keresztül is mindenkinek a megértését és a figyelmét, hogy figyeljünk erre oda. Ha más nincs, akkor köszönöm szépen, és akkor megkérnélek, hogy helyet cserélnétek Györgyivel. És akkor megkérném Tóth György igazgatóasszonyt, hogy az általános iskola beiratkozási, beiskolázási, illetve nyilván a mindennapi életéről, ha egy pár szót mondanál nekünk. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az óvodához hasonlóan a tanév szeptember 1-én indult. A székhelyi intézményben, tehát a Kossuth Lajos 39-41-ben 314 tanulóval, ami még nem végleges létszám, mert pont a mai napon is jött egy szülőpáros, akik Pécsváradra költöznek a hónap végén, tehát még mozgás várható. Intézmény egységünk a zeneiskola, 145 tanulóval, 16 pedagógussal működik. Ez egy óriási szám, némi magyarázatra szorul. Nagyon sokan részmunkaidőben dolgoznak a zeneiskolában. Pontosan csak 3 olyan fő van jelenleg, akik teljes állásban dolgoznak. Ez most a zeneiskolát illetően egy átmeneti állapot, és az építkezés időszakát éljük, hiszen ott már megkezdődött úgymond a generációváltás, és többen mentek nyugdíjba az elmúlt években, az idén is és a tavalyi év végén is, illetve ezeket az állásokat, melyek korábban teljes állások voltak, részben csak óraadókkal sikerült feltölteni. Nagypali telephelyünkön 12 fő tanuló jár iskolába napi szinten, és 2,5 pedagógus dolgozik ezen a telephelyen. A fél pedagógust, a fél óra számot Pécsvárad adja. A Gerezslaki tagintézményünkben 92 tanuló jár. Az intézménynek egyéb telephelye a sportcsarnok és a tanúszoda. Itt mindjárt mondanám, hogy a tanúszoda jelenleg úgy működik, hogy csak délután, tehát ha úgy tetszik, csak a város irányába van nyitva. Délután 2 órakor nyit az úszoda. Az intézkedési terv következtében gyerekek úszásoktatása nem lehetséges jelenleg, sem délelőtt, sem délután. Ennek van még egy következménye, hogy a sportcsarnok rettenetesen túlterhelt, és ugye még a második Béla középiskolának is adunk helyet. Tehát arra kényszerülünk, bár ezt az intézkedési terv is tartalmazza, hogy amennyiben lehet a testnevelés órákat a szabadban tartjuk. Az iskolában 17 osztály kezdte el a működés szeptember 1-én. Az alsó tagozaton 6 napközis csoport működik, a felső tagozaton 2. 38 pedagógus dolgozik az intézményben, ebből részmunkaidőben 3 fő, tehát nálunk pont fordított az arány, mint most jelenleg a zeneiskolában. És azt még hozzá kell tenni, hogy a zeneiskola nem kötelező feladat, nem alapfeladat. A 3 fő mindhárman öregségi nyugdíjasok. Ez előre vetíti most a mi problémánkat, hogy nálunk is elkezdődött a generációváltás időszaka, és hát a legfontosabb probléma jelenleg az, hogy a frissen végzett pedagógusok vagy nem a szakmában helyezkednek el, vagy az egyetemvárosokban, vagy a lakóhelyükön, mert bőven van olyan állás mondjuk Pécsen, vagy itt a környező városokban, hogy egyelőre nem nagyon szeretnének úgymond vidékre kijönni. Több állást is hirdettünk, nem mindegyiket tudtuk betölteni rögtön szeptember 1-én, és a 3 fő, akikről már említést tettem, akik öregségi nyugdíjasok, tehát bizonyos órákat csak így tudunk ellátni, hogy nyugdíjasokat kellett visszahívni.
Csak így érdekességképpen mondom el, hogy matematika szakos tanári állást hirdettünk, összesen 2 pályázat érkezett, az egyik igazából nem is nagyon felelt meg a kiírásnak, 2 közül 1 el sem jött az állásinterjúra. Aki eljött, ő vele megegyeztünk, másnap fölhívtam és közölt, hogy visszavonja a pályázatát. Tehát most úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lesz ember találni. Tanítót is kerestünk, az utolsó pillanatban végül is sikerült egyet találni. Iskolapszichológus működik továbbra is az intézményben, valamint szociális munkás heti 1 alkalommal. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 6 fő, technikai dolgozónk úszodával, sportcsarnokkal együtt összesen 13 fő. A szakos ellátottság probléma területei az, ahogy említettem, a matematika és a kémia. Mind a 2 tantárgyat most nyugdíjas pedagógus látja el. Néhány szót én is a járványügyi helyzettel kapcsolatban szeretnék még mondani. Amit már a tanévnyitó ünnepélyen is hangsúlyoztunk, hogy csak egészséges gyerekeket küldjenek a szülők az iskolába, ez nagyon fontos lenne. Elég sok beteg gyerek van már most, és én úgy gondolom, hogy ha egy tanuló hétfői napon az első órában jelzi, hogy rosszul érzi magát, akkor valószínű így jött el otthonról, hogy akkor sem érezte már teljesen egészségesnek magát. A mai napon 4 tanulót küldtünk haza különböző problémákkal, de már az első héten volt 39 fokos lázzal tanulónk, tehát nagyon kérjük a szülőket, hogy ezt, ha nagyon nehéz is, tudom, hogy nagyon nehéz, de beteg gyerek nem jöhet az iskolába. Szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak és az önkormányzatnak azokat a támogatásokat, amelyeket folyamatosan, mondhatom, március óta is kapunk. Gondolok itt a maszkokra, a fertőtlenítőszerekre és a légtisztító berendezésekre. A tankerülettől kapott, tehát országos kiosztásra kerülő fertőtlenítőszerek is megérkeztek 2-3 nappal később, mint a tanévnyitó, de bőven rendelkezésre állnak. Amit mi is hangsúlyozni szeretnénk, hogy ebben a tanévben, legalábbis az első fél évben minimálisra kell redukálnunk a szülőkkel való direkt kontaktot, itt kérjük a megértést, kérjük a szülőket, hogy a maszkot helyesen használják, a beszoktatási időszak nálunk az elsősöknél általában szeptember hónap szokott lenni, ezt most kénytelenek voltunk lerövidíteni 2 hétre. Én azt gondolom, hogy azért nagyjából a gyerekeknek sikerült megszokni az új környezetet. Lehet, hogy az anyukák, apukák szívesen kísérnék még az osztályteremig a gyerekeket, de ezt most sajnos már nem tudjuk ellenőrizni, nem tudjuk engedélyezni. Az intézkedési tervnek és annak szinte napi szintű módosításait, mert sajnos ez most így működik, minden alkalommal elküldjük a szülőknek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a hivatalos kommunikáció felület az iskolában az a kréta. Akinek iskolás gyermeke van, az tudja, hogy ez mit jelent. Itt működik az elektronikus napló, és itt van lehetőség arra, hogy akár a pedagógusokkal, akár az intézményvezetőkkel kommunikáljanak a szülők. Természetesen emellett az osztályban szokásos rend szerint működnek messenger csoportok, Facebook csoportok, ezt is igénybe lehet venni, de ami hivatalos, az nálunk a kréta felület. Még nagyon felhívnám a figyelmet arra, hogyha valamelyik tanulónál szóba került az, hogy esetleg orvosi intézkedésre volt szükség, tehát mintavételre, azt mindenképpen jelezni kell az iskolába, mert ezt nekünk is továbbítani kell. Az iskola indította az idei tanévben egy Facebook csoportot, egy Facebook oldalt, amit szintén arra szeretnénk használni, hogy információkat minél gyorsabban tudjunk a szülőkhöz eljuttatni. A szeptember 1-i kezdéshez képest van egy már jelentős változás, hogy a délutáni nem kötelező, nem alapfeladatok egy részét redukálnunk kellett. Tehát abban az esetben, hogyha nem tudjuk megoldani azt, hogy csak egy osztályba, egy csoportba tartozók vegyenek részt azokon a délutáni foglalkozásokon, azokat most átmenetileg szüneteltetni kellett. Itt elsősorban szakkörökre kell gondolni.
A sportcsarnokról talán még néhány gondolatot, ahogy az előbb is mondtam, hogy meglehetősen túlterhelt a sportcsarnok, ezért nagyon fontos, hogy legyen arra idő, hogy a fertőtlenítéseket is el tudjuk végezni a különböző csoportok között. Nagyon örömteli hír, hogy a felújítás az a végéhez közeledik, és aki esetleg már látta, vagy alkalma lesz megnézni, az meggyőződhet arról, hogy nagyon szép lett minden egyes öltöző. Nagyon fontos, hogy gyerekek is, felnőttek is próbálják ezt ebben az állapotában megőrizni. És az úszodával kapcsolatban még van egy jelentős változás, azon kívül, hogy most a gyerekek egyelőre nem használhatják, hogy a jogszabályi változások miatt ott a helyszínen pénzforgalom nem engedélyezett szeptember 1-től, tehát a korábbi megszokott módon senki nem tud napi jegyet, bérletet vásárolni, illetve a bérletek rendszere is átalakult. A korábbi bérleteket abban az esetben tudjuk elfogadni, hogyha ezt december 18-áig, tehát 2020. december 18-áig felhasználják azok, akik mondjuk a bezárás miatt március közepétől nem tudták felhasználni. Aki új bérletet szeretne vásárolni, annak nagyjából 4 fajta lehetősége van. Lesz egy havi bérlet, aminek az ára 6000 forint, naptól napig, tehát egy hónapra szól és egy főre szól. Lesz egy 15000 forintos 6 havi bérlet, ami szintén naptól napig és egy főre szól. Lesz egy családi jegy, ami maximum 4 főre szól, 2000 forint értékben, és az eredeti szauna jegyek maradtak, mint a korábbiak. A jelentős változás az, hogy ezeket a bérleteket nem lehet a helyszínen megvásárolni, hanem ki kell tölteni egy számlaigénylő lapot, ahol meg kell adni a legfontosabb adatokat, és e-mailen kapja meg az illető a számlát. Tehát a pénz kiegyenlítése vagy utalással, vagy csekk befizetésével történhet. Röviden. Talán ennyit. Köszönjük szépen, képviselő kollégák. Valakinek kérdése? Köszönöm szépen. Én amit el akartam mondani, azt úgy gondolom az előbb elmondtam, illetve egy dologhoz azért nagyon odaállnék én is, az pedig a öltözőknek az állag megóvása. Tehát itt azért nem kevés pénz került bele, közel 40 millió forint. Jó lenne, hogyha ez így is maradna, minél tovább, legalábbis ilyen állapot megmaradhatna. Köszönöm szépen. Következő napirendű pontunk szintén egy tájékoztató. Felkérném hozzá Fulér Zoltán, Spartakus sportkör elnökét, hogy egy rövid tájékoztatót tegyen a sportkör életéről, helyzetéről. Parancsolj! És köszöntök mindenkit! Szeretném megköszönni a képviselőtestületnek és a polgármester úrnak a múlt évben nyújtott támogatást. Sajnos a sport ebben az évben nem csak a sportról szólt, hanem márciustól kezdve sajnos a sportvilágát is felforgatta és megbénította az a koronavírus járvány. Új kifejezésekkel kell megismerkedni, online edzés, virtuális is versenyek, távolságtartás, ami elég nehéz a sportban, hiszen elég nehéz betartani például a távolságot, a másfél méteres távolságot egy küzdősportban vagy egy csapatsportban is. De nem azt jelenti, hogy sportolni nem kell, sőt, igazából ajánlott is a fizikai aktivitás, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Elsősorban a szabadban való kocogás, kerékpározás, séta is hozzájárul az, hogy megerősítsük az immunrendszerünket, ez továbbra is ugyanúgy ajánlat. Sajnos a versenyeinket márciusban le kellett fújni minden bajnokságba, kézilabda, labdarúgás, küzdősportba, sakba és mindenbe. Nem tudtuk megrendezni a különböző tömegsport rendezvényeinket, idén lett volna 10. alkalommal a váratfutás, ami nagyon népszerű volt minden évben. Sajnos el kellett idén is azt is halasztani, ugyanúgy a kerékpártúrát, meg a többi versenyt. Hát reméljük, hogy jövőre már sikerül megrendeznünk. Addig is mondom, mindenkinek ajánlott továbbra is a sportolás, de akkor nem nagyobb tömegben, hanem egyesével vagy kettesével esetleg az erdőbe kirándulni továbbra is ugyanúgy lehet. Most itt a második hullámmal kapcsolatban sajnos ez minket is elért itt Pécsváradon, a felnőtt labdarúgó csapatunknál 7 embernél mutatták ki, a pozitív volt a tesztje, karanténba is kellett menniük, és azt hiszem, még 3 embernek még mindig a második teszt is pozitív, hogyha még ők mindig a karanténban vannak. Szerencsére jól vannak,
a legfontosabb. A többiek már elkezdték az edzéseket, most 3 hétig nem volt mérkőzés, addig fel lett függesztve, és most talán a hétvégén indul újra a bajnokság, illetve tudnak játszani újra. Szeretnénk még továbbra is ugyanúgy fontos célnak tekintettük, hogy minél több gyermek szeresse meg a sportolást, a mozgást. Jó kapcsolatunk az általános iskolával, óvodával, pifővel, próbálunk közösen szervezni toborzókat, tömeg sportrendezvényeken is rendszeresen részt vesznek. Népszerű ez a közösségi asztali tenisz is a művelődési otthonban. Focikupát rendezett a PIFÖ, is segítettünk a műfüves pályával. Idén a kerékpártúra nem lesz, most nem a mi szervezésünkben, igen, de most kaptam épp a mai nap a Véminék minden évben szervezték ezt a kerékpártúrát, ami Pécsváradról indult és még mindig tartott. Idén most nem Pécsváradról indul, hanem Véminről indul, most vasárnap lesz 10 órakor. Indul a Véminről, és Mohács, Vémén, Hímesháza, ott lesz ez a kerékpártúra, ezzel is szeretnék a mozgást népszerűsíteni, illetve volt az a célja, most már 6. éve, hogy szeretnék megcsinálni egyszer, hogyha lesz rá pályázata, hogy megcsinálják a Pécsváradbátaszék elhagyott vasúti nyomvonalon a kerékpárutat. Idén is ahogy a Györgyi már említette, elkészült a sportöltöző a sportcsarnokba, illetve nem sokára átadják. Eredményjelző is folyamatban van, lelátó befedés is. Pályáztunk kondigépekre a konditerembe, de azt is be kellett zárnunk márciusba, csak nyáron nyitott újra az úszodát ugyanúgy. Az eszközökre és különböző eszközökre pályáztunk a küzdősport szakosztálynak is. Meg szeretném megköszönni a támogatást a különböző cégeknek is. Rajtuk keresztül sikerült a társasági adó pályázatba beszerezni a különböző eszközöket, meg hogy minél több gyermek tudjon sportolni, és minden biztosítva legyen minden feltétel. Úgy gondolom, minden Pécsváda minden feltétel adott a minőségi sporthoz. Remélhetőleg ez a vírus helyzet is javulni fog, és akkor újra jól tudunk szerepelni. Egyébként, amikor lefújták a bajnokságot, akkor például a felnőtt csapatunk 13 meccsből 13 győzelem állt, és mi pontot se vesztettünk, de sajnos nem hirdettek így első helyet, de Torony magasan megnyertük volna a bajnokságot a 3. alkalommal is. Többi sport, ahogy mondtam, mind ugyanúgy elmondható, addig, ami nem volt a vírusos helyzet, addig jól szerepeltünk küzdősportban is, különböző nemzetközi versenyeken vettünk részt, első-második helyekkel, sakkban is jól szerepeltünk. Volt télen egy Spartacus Kupa sportcsarnokba, 43 fővel, az is nagyon népszerű volt. Különböző iskolai sakkversenyeket tartottunk, ott is sokan szerepeltek. Remélhetőleg egyre többen sakkoznak is, hiszen kell is most a bajnokságban már két fő ifjúsági játékosnak kell kötelezően szerepelni, és ezért fontos is az, hogy minél több fiatal szerepeljen ott is. Azért próbáltunk részt venni versenyeken, többet magammal én is részt vettem már. Budapest maratonon, most jövő hónapban megint indulunk a Budapest maratonon. Voltunk Kassán maratont futottunk, múlt héten vagy két hete voltunk a Budapesten a félmaraton versenyen. Március 15-én meghívtuk a Futapécsesét közösen, az ünnep alkalmából 18,48 km teljesítve több mint 20 futó vett részt a futáson. Örvendetes, hogy idén már 32. alkalommal rendeztük meg a Pécsvárad Nagymácséd labdarúgó öregfiúk találkozót, ott több mint 80-an vettek részt, nagyon népszerű volt, kint a Dombaiton tartottunk, és bár az eredmény nem volt kezdve, azon kívül minden rendben volt, és mindenki jól érezte magát, aki részt vett rajta. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Ez fontos, hogy minél több gyereket próbáljunk megnyerni, mert ez a jövő, hogy minél többen a környékbeli gyerekek és a helyi gyerekek minél többen tudjanak nálunk sportolni, hiszen akkor lesz csak utánpótlás. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a biztatást, meg a támogatást is. Köszönöm szépen, képviselőtársaim, esetleg kérdés.
Én szerintem így mindannyiunk nevében jobbulást a csapat tagjainak, bár tudom, hogy nincsenek olyan tüneteik, de hát azért az ugye nem esett jól a csapatnak, hogy pont a kupából egy ilyen szerencsétlenség miatt estünk ki, ahol azért szerintem jogosultak voltunk, vagy legalábbis lehetőség lett volna egy kicsit tovább jutni. De most szerintem most ez a harmadik év, hogy egy ilyen szerencsétlen dolog, ugye kétszer olyan módon estünk ki, hogy hát arról mindenki tud, illetve most egy ilyen lehetetlen helyzet, amiről senki nem tehetett. Igen. Hát én kitartást a csapatnak, meg hát azért nyilván a bajnokság még itt van, és sok sikert hozzá. Köszönjük szépen! Következő napi rendi pontunk előtt, ami a Pécsadi Közös Önkormányzat hivatalának a beszámolója, annyit szeretnék hozzáfűzni, amit nem feltétlen tud minden tévénéző, hogy ugye a hivatalnak az SMS-ét módosítottuk tavasszal, és ezzel kapcsolatban azért ott nagyon sok minden tájékoztatást a testület megkapott. Én arra kértem azért jegyző urat, hogy pár gondolatot a hivatal helyzetéről, működéséről mondjon, de én úgy gondolom, hogy ezt akkora bőlére nem kell ereszteni, mert akkor átbeszéltünk nagyon sok mindent. Bocsánat, parancsolj! Tisztelt képviselőtestület, a Magyarország Önkormányzatról szóló törvény is kötelezővé teszi, hogy a jegyzőjelent a beszámolom a hivatal tevékenységéről. Ha most előttünk van az a 2019 évnek a beszámolója, amely egyébként rendesen májusban szokott sor kerülni, de hát ugye nem tudjuk a pandémia miatt halasztódtak, tolódtak dolgok, ez is ezek közé tartozik. Tehát igazából ez eléggé a múltról szól. Van benne ugyan néhány kitekintés erre az évre vonatkozólag is, de alapvetően a 2019-es évet összegzi. A hivatal egy statikus valami, tehát van neki egy felépítése, ami évek alatt változatlan, és ennek csak a mennyisége tartalma változik, attól függően, hogy adott évben mennyi feladat van adott területen. Tehát ezért a szerkezeti felépítésen túl a beszámolónak csak a tartalmi részek változtak, tehát a mennyiségek, ügyiratok és egyebek. Ami ennél gondolom fontosabb az, hogy az SMS elfogadásakor változott hivatali felépítési struktúra nem változott, azóta sem, így inkább most azokról a dolgokról beszélnénk, amik alkalmasan azóta történtek. Tehát azt láthatjuk, hogy a pénzügyek felé erősen eltolódott az önkormányzati hivatal tevékenysége. A lényegi feladatok már ott összpontosulnak, és ami az utolsó írvágás volt, azt már az SMS-nél tárgyaltuk, ez az építéshatósági tevékenység megszüntetése, ami ebben a 2019-es dolgokban nem tükröződik, de valamennyien tudjuk, hogy ez már nem így működik, illetve hát az akkori, a korrigában a csoportvezető más jellegű feladatokat lát el, és itt kellene megállapítani, meg elmondalom azt is, hogy kettő kollégánk gyermeket vár, és az ő helyükre is kerültek új személyek, tehát a pénztárban Vej Mária ül, illetve az adónak a községek adójával foglalkozó részén találtunk feladatot Lébentárni Bence Rékának, akinek így akkor megmaradhatott a munka, illetve a munkaköre az állása, hiszen ez a feladat ez elláthatatlan lenne. Másfélesebb dolog nem tudnék beszámolni, úgyhogy kérem, hogy esetleg valakinek kérdése van, akkor azt tegye fel. Köszönjük szépen, képviselőtársai! Ha nincs, akkor szavazásra bocsátanám a beszámolót, aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a jegyző úr tájékoztatását a Pécsvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, Mátyám, igen. Akkor elkezdtünk a negyedik napi rendi ponthoz, ahol javasoltam, hogy a 4-es és a 6-os pontot, hogyha lehet, akkor együtt, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van valakinek ellenvetése. Ha nincs, akkor én Péternek átadnám a szót, illetve először bocsánat, Alisz, ha megkérnélek, mint bizottsági elnök, de a pénzügyi és ügyrendi bizottság ülésezett, tárgyalta ezeket az anyagokat, ezzel kapcsolatban kérném a tájékoztatásodat. A pénzügyi és ügyrendi bizottság a féléves pénzügyi tájékoztatót és a költségvetés módosítását tárgyalta, a képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen. Én azért arra megkérnélek, Péter, hogy bár az itt ülők szerintem vastagon átnézték és tisztában vannak a dolgokról, úgyhogy azt a rövid tájékoztatót, ami egy átlag pécsvári állampolgár számára még emészthető és értelmezhető, azt kérlek szépen mondd el. 2020 évi fél év beszámoló főbb számait ismertetném. Bevételek. Módosított irányzat 1,5 milliárd forint. Teljesülés 977 millió forint. Itt a
önkánt működés és ágazati feladatok támogatása 180 millió forint, helyi adók 64 millió forint, gépelmeadó 0 forint. Itt leginkább azt tudjuk, hogy a gépelmeadót a közterülése és egyébe be kell fizetni teljes egészében az állam felé, korábban 50% maradott helyben. Azért nálunk a 14 millió forint kiesés azért jelentősnek mondható. Ugyanakkor az iparizási adót is érinti gyakorlatilag a vírus helyzet. Nyilván itt a gazdaság valamilyen szinten nem úgy működött, ahogy ez korábban megszoktuk. Tehát nyilván ez a helyi adóbevételeken is látszik, és az iparizási adóbevételeken. Ugyanakkor volt egy helyi vállalkozás, egyik legnagyobb, aki Pécsre költözött, és neki az adóját gyakorlatilag át kellett adnunk a Pécsnek gyakorlatilag. Működésre átvett pénzeszközök 37 millió forint. Itt a legjelentősebb része a közfoglalkoztatási támogatások, OEP támogatás, ügyeleti pénz átvételeket terveztük, amit most a második fél év során tudunk majd realizálni. Pályázati pénzeszközök 161 millió terveztük, gyakorlatilag a nagyobb projektek még nem indultak el az első fél évben, gondolok itt a külterületi útfejlesztésre, a LEADER programra, a krízisházépítésre, általános iskolát, energetikai top pályázat, ezek mind még vissza vannak, tehát azért ilyen alacsony a teljesülés. Saját bevételeink befolytak, közös hivatalnak is gyakorlatilag a teljesülése 9 millió forinttal realizálódott. Pécsfalvi CGK 21 milliót terveztünk, 6,5 millió teljesült a bevétel. Ez egyik legjelentősebb olyan szegmens, az étkezés, ami mind bevétel, mind kiadási oldalon gyakorlatilag elég nagy, tehát nem teljesültek úgy az irányzatok. Nyilván itt az étkezésnél a napi eladott létszám változott az intézmények bezárásával, vagy korlátozott működésével. Ez egy valamilyen szinten megtakarítás, de ugyanakkor a bevétel oldalon meg nyilván nem folytak be a térítési díjak. Pénzmaradvány 467 millió forint, amit teljes egészében igénybe vettünk. Ezek gyakorlatilag a tavalyi pályázati pénzeszközök. Hát így, ahogy mondtam, 977 millió forintra teljesült a bevételi előirányzat. Kiadások, inkább az intézményeket mondanám összesítve. Pécsfalvi önkormányzat. 303 millió kiadási előirányzat, 134 millió teljesült. Pécsfalvi közös önkormányzati hivatal, 123 milliós előirányzat, 64 millió teljesült. Pécsfalvi CGK, 121 millió forintos előirányzat, 51 millió teljesült. Itt is elmondhatom, hogy az étkezés, ami jelentősen 75 millió szemben, 29 millió volt a kiadás, gyakorlatilag a béreken kívül első félben szinte minimális volt a kiadás, mert nyilván nyersanyag költségek, rezsiköltségek arányosan csökkentek. Támogatások, pénzeszköz átadások 97 millió forintra teljesült, fejlesztési kiadások 591 milliós előirányzat, 62 millió teljesült. Itt is elmondhatjuk, hogy nagyobb projektek, gondolok itt a zöld belváros, a Zengőhegy dombolytó része, kültörti közutak nem kezdődtek el az első fél évben, ezért volt egy alacsony teljesülés. Összességében 1,5 milliárd a kiadási előirányzat a módosított, és 632 millió teljesült. Itt mondanak itt az első fél beszámolóval kapcsolatban, hogy én úgy gondolom, hogy az első fél év ugyan a költségvetés tervezéskor egy elég jó költségvetés sikerült összeállítani, ez azért a vírus helyzet felborította, olyan szinten, hogy nem rajzáltak bevételi kiadási oldalon azok a tervezett számok, de az első fél alapján, hogy igazából átvészeltük ezt a fél évet. A másik fél évet érzem én nehezebbnek, eleve nem tudjuk, hogy a másik hullám mit fog jelenteni, valamint a kimaradó, főleg iparizási adóbevételek azok, amik egyrészt most szeptember végén várjuk őket, csak decemberi feltöltések sem tudjuk, hogy lesz egyáltalán. Tehát az egy kicsit mindenképpen gyakorlatilag ez kicsit aggasztó, de remélhetőleg, hogyha tartjuk költségvetés számait, akkor meg tudjuk oldani ezt az évet is úgy, hogy gyakorlatilag hitelkeretünket vissza tudjuk tölteni évvégére, és akkor
de még nem tudjuk, hogy évvégén lesznek olyan rendkívüli kormányzati intézkedések, amely esetleg az önkárt még segíthetik, mert jelenleg ezt sajnos nem látjuk, hogy kapnánk egy kis segítséget, de még azért bizakodunk, talán ez ebben is lesz változás. Mit szeretnék? Köszönöm szépen, képviselő. Ha megengeditek egy-két gondolatot, most a képviselőknek ugye ez nyilván nem lesz új gondolat, mert a bizottsági mindannyian részt vettetek és beszéltünk erről. Én azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokan ugye kérdezik, hogy hát hogy viseli ezt, ez a helyzet meg az önkormányzatot. Igen, megviseli, nyilvánvalóan, hiszen ha most itt az aranycipós dolgot is ide vesszük, akkor közel 18-20%-nyi adó bevételünk esett ki. A probléma, amit idézőjelben mondanám, hogy probléma az ugye az, hogy ezekből lényeges dolgot nem látunk az első 6 hónapban. Tehát azt szeretném én is megerősíteni, amit a Péter mondott, hogy az első 6 hónap ilyen szempontból nem meghatározó, a következő 6 hónap viszont nagyon meghatározó lesz. Én úgy gondolom, hogy a költségvetésünket ugyanolyan szigorú módon kell végigvinni, ha lehet, akkor azokkal a számokkal, amik itt voltak. Itt látszik, hogy ezekben a számokban most leszámítva nyilván ilyen étkezési dolgokat, ami viszont mindkét oldalon jelentkezik, javarészt időarányosan rendben van. De az, hogy a cégeknek a belső működésében, akiknek az adójából is élünk többek között, mit fog ez eredményezni, tehát mik lesznek itt a számok? Mert ugye most még nem a vírushelyzet okozta eredményeket látjuk, hanem van egy csúszás ebbe az egészbe. Hát ez majd ki fog derülni. Én úgy gondolom, hogy az is egy nagy érdem lenne, meg hát végig meddig már az is, hogy az ügyeleti pénzeinkhez lassan-lassan hozzájutunk. Most azt tudom mondani, hogy akik a legnagyobb összeggel tartoztak, ők legalább a helyen közel a 2019-et kifizették. A 2020-ban pedig azt a döntést hoztuk Péterrel, hogy az első háromnegyed évet leszámlázzuk. Nyilván van egy ilyen bizonytalansági tényező ebben, hogyha most megint december végére várjuk az egész pénzt, akkor lehet abban egy olyan lehetőség, hogy nem folyik be például. Most azt tudom elmondani, hogy a legtöbb önkormányzat egy-két kivétellel ezt az időszakot kifizette. Tehát itt, ami most tulajdonképpen majd kérdés lesz, az utolsó negyed év. Ugye az elmúlt, én azt tudom mondani, hogy 5-6 évben az volt a tapasztalat, ugye, hogy az egész összeget volt, aki 1-2 évet is a év vége felé fizetett ki. Most nyilván az már kezelhetetlen, és ezt jeleztem ezeknek a polgármester kollégáknak, hogy tehát ezt felejtsük el, ezeket az éven túlnyúló tartozásokat, mert ez egyszerűen kezelhetetlen. Mindenki tisztában van, el is mondtuk az inkasszójoggal, amivel Pécsvárad élhet, és nyilván élnünk is kell, nem azért, mert keressük az ellenségeinket, meg a baráti viszonyt le akarjuk rombolni, de mi ugyanúgy pénzből élünk, és ha már csak azt nézzük meg, hogy 20 millió forintokat hitelezünk éven túl, azért ezek nagyon komoly, kamatokkal járnak, és ennek a költségét eddig mindig Pécsvárad város önkormányzata fizette meg. A jövőben ettől szeretnénk eltekinteni, illetve ezeket a követeléseinket is érvényesíteni a tartozáson felül majd. Azért azt is el kell mondani, hogy nyilván beszélünk napi szinten polgármesterek, kollégákkal, senki sincs fényes helyzetben. Tehát úgy, hogy bennünket sújtanak ezek a dolgok, azokat az önkormányzatokat, ahol teszem azt még iparűzési adó sincs, és a gépjármű adójukat elviszik, azokat még jobban. Tehát bizony vannak önkormányzatok, akiknek nincs már 1 millió forint a számlájukon, és még nagyon messze van a december 31. Most persze, most van éppen adófizetés, de főleg a kis településeknél ez sem akkora összeg, sajnos. Főleg mondom azoknál, ahol nincs iparűzési adó. Tehát jelenleg a helyzet ez. Én köszönöm szépen Péternek és a kolléganőknek a munkáját, hogy ezt így összeállították. Én azt fogom kérni, hogy a következő időszakban ezt még jobban figyeljük, és akár havi szinten is nézzük ezeket a számokat meg, hogy lássunk egy tendenciát, hogy mire kell számolni. Én azért bízok abban, amit a Péter is említett, bár egyelőre jeleit nem látjuk,
hogy nem tudom elképzelni, hogy ennyi pénzelvonás után nem kapunk valamilyen formában segítséget. Ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy az, hogy valakinek a pénzéből elveszünk, vagy elveszük az összes szabad mozgású pénzét, a között óriási különbség van. És Pécsvád esetében az utóbbi történt. Tehát ha valakinek, teszem azt, van 2 milliárd forint vagyona egy önkormányzatnak, és ez guruló forintban van, abból az adók formájában most elvittek 150 millió forintot, az egy rettentő, borzasztó dolog. De látszik, hogy olyan óriási problémát nem okoz. Most olyan önkormányzatoknál, akiknek nagyon szoros a költségvetése, és abban belenyúlnak 10-20%-ra, vagy esetleg többre, de azoknál van probléma, hogy azt honnan, mert nincs B-variáció, nincs más bevétel. Az egyetlen lehetőség, hogy esetleg a kormányzati rendkívüli támogatásokból jutunk még pénzhez. És nyilván ez együtt jár azzal, hogy az önerős beruházásokat meg tulajdonképpen el lehet felejteni. Úgyhogy jelenleg ennyit erről a helyzetről. Még egyszer, az első 6 hónap alapján nem tudok semmilyen problémáról beszámolni, de látjuk már a következő 6 hónapnak a jeleit, ott biztos, hogy lesz. Nem tudom, valakinek esetleg kérdése? Akkor én megkérném kedves képviselőtársaimat, hogy ja, bocsánat, akkor, de erről mindegy, egyszer szavazzunk erről, tehát a féléves pénzügyi tájékoztatónak, illetve a költségvetés módosításának az elfogadásáról. Aki ez egyetért, az kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. És akkor Péternek még egyszer visszaadnánk a szót a rendkívüli támogatások igénybevételével kapcsolatban, ami szorosan összefügg egyébként az előző napi rendi ponttal. Parancsolj! A rendkívüli támogatásra egy évben kétszer lehet pályázat benyújtani, szeptember 30 a határidő. Általában mindig ebben az időszakban szoktuk benyújtani a pályátunkat, ekkor van a legnagyobb szükségünk gyakorlatilag a támogatásra, mert még adók, két adó közti időszak, amit aránylag nehéz átvészelni. Most is olyan kb. 45-50 milliós mínuszban van annyi fogyasztási hitelre van szükségünk, és azért vannak olyan számok, amit most jelenleg nem tudunk kifizetni, csak csúszással, és erre kérünk most segítséget, hogy ezeknek a számláknak a kifizetéséhez támogatást kaphassunk. A jogszabály folyamatosan változik, most még egyeztetésben vagyok a kincstár, hogy mi az, amire lehet pályázni, mit adhatunk még be. De én úgy gondolom, hogy 10 milliós nagyságrendet körülbelül kitehetnek azok a számok, amire jogosultak vagyunk, úgymond. Mert ez nem lehet felhalmozási célkiadás, nem lehet társulási pénz, ügyeleti pénz, csak kimondottan, meg inkább rezsi, egy étkezési jellegű kiadások, tehát amik kimondottan a település működéséhez szükségesek, azokra lehet itt pályázni. De ennek gyakorlatilag a bírálat az december elején lesz, tehát ebből december általában 20, de két ünnep között szokott ez a pénz megjönni. Úgyhogy ez csak egy ilyen legutolsó csepp a pohárba, úgy mondta, de volt, hogy tényleg ennek a segítségét tudtuk feltölteni a hitelkeretünket. Úgyhogy én még mindig van közel 2 hét a beadásig, még azért várunk számlákat, még lehet, hogy lesznek még olyan számlák, amik elszámolhatok. Tehát ezt majd csak utolsó pillanatban fogjuk beadni, de a teljes döntést meg kell hozni, hogy beadhassuk a szeptember 30-al magát a pályátot. Köszönöm szépen. Nyilván ez a költői kérdés kategóriába tartozik, hiszen az semmibe nem kerül, hogy segítséget kér az ember. Eddig nagyjából egyébként minden évbe kaptunk. Volt, hogy a 100%-ot megkaptuk, volt, hogy ennek csak egy részét. De azt el kell mondani, hogy mindig valamilyen szinten a kormányzat segített ebben a dologban. Nyilván országgyűlési képviselő úrral fogok beszélni, úgy, ahogy eddig is tettük, ha megvan a szám, és egyébként azért nem lehet az előterjesztésben számot látni, mert az utolsó pillanatig gyűjtjük ezeket a számlákat. Ugye Péter arra utalt, hogy a kötelező önkormányzati feladatokhoz társuló költségeket lehet itt egyedül leadni. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Eddig hol tartunk? Ez 10 milliós nagyságrend. Most 10 körül? Tavaly adtunk be azt hiszem 6-ot. És majdnem megkaptuk. Itt van még egy bizonyítvány, azt még egyeztetünk a kincstárral, hogy ez belefér. Ez egy ilyen tavalyi állami támogatás visszafizetés gyakorlatilag, de arra is lehet, hogy lesz lehetőség. Úgyhogy azt is beadjuk. Nem kaptam erre választ. Ha nincs, akkor én ezt szavazatra bocsájtanám. Kérem, tegye fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy 2020-ban is adjunk be szeptember 30-áig egy rendkívüli támogatást, előre láthatólag ez a 10 milliós nagyságrendű összegben. Aki egyetért ezzel, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen.
Ugye az nagyon fontos, hogy ezeket az összegeket, ha megkapjuk, ezeket csak is kizárólag ugye erre a célra lehet fordítani. Akkor most visszaugorva az ötös napirendi pontra, ingatlan beletletbe vonása. Ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, mindenki megkapta, legalábbis nem jelzett vissza senki, az előterjesztéseket, amit Bori Gábor kollégán készített. Egy nagyon apró hozzáfűzni való azért lenne ehhez. Kezdjük a zsebeféle történettel. Nagyjából tisztában vagytok, hogy hol van ez, vagy azért mondjunk egy-két szót erről, hogy ez hol található. Mert ugye itt a lényeg ennek egyébként, hogy ezzel kapcsolatban született már döntés korábban, csak kiderült, hogy ennek a területnek nincs belterületi szomszédja. Most ebben az esetben, ha nincs, akkor nem lehet bevonni. Ezért egy akkor még helyrajzi számon nem rendelkező utunkat, amit azóta a 2455/5-ös számon bejegyzésre került, ezt is belterületbe kell vonni. Nagyon fontos, az előterjesztésből ki lehet venni, hogy mind a telek, mind az útnak a belterület vonási költségeit az ügyfél fizeti. Tehát ez az önkormányzati költséget és nem terheli. Itt tulajdonképpen ez az előterjesztés, mondhatjuk azt, hogy egyfajta módosítása a korábbinak, de én úgy gondolom, mivel költséggel nem rendelkezik, így erről azért sok mindent nem lehet beszélni, vagy nem kell, de azért várom a kérdéseiteket, hogyha ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor ezt külön kell szavazni, aki egyetért azzal, hogy a 24/17, és akkor mondjuk hozzá 24/55/5-ös helyrajzi számok belterületbe vonásra kerüljenek, az kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. A másik helyzet az körülbelül szinte ugyanez, csak Pepitába. Itt a mentőállomás fölötti területről van szó. Itt Albert Ferencné és Albert Brigitta pécsvádi lakosok terjesztettek be egy kérelmet. Itt ugyanúgy van a telek, ami be van karikázva, attól balra lehet látni egy utat, egy pécsvádi önkormányzati utat, ezt szintén ugyanezzel a megoldással, tehát egyszerre kerül bevonásra, belterületbe az út is, és a telek is ugyanazzal az eljárással, mint az előbb, tehát minden költségét a kérelmező fizeti. Nem tudom, ezzel kapcsolatban kérdés esetleg? Ők itt építeni fognak, ők is? Nyilvánvalóan, tehát, de hát ez másért nem nagyon érdemes belterületbe vonni, illetve más lehetőség esetleg az üzleti célú, de azt most azért annyira szerintem senki nem favorizálja a 90%-os adó miatt talán. Én úgy gondolom, hogy az én információim szerint itt építkezésben gondolkodnak. Kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor ezt szavazásra bocsátom, aki egyetért ennek a helyrajzi számnak, a 2024-esnek és a hozzátartozó 2012-es útnak a belterületbe vonásával, azt kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok közül az utolsó, a gördülő fejlesztési terv elfogadása, amit a Mezőföldvíz Kft. Készített el. Ezzel kapcsolatban annyit, hogy talán ezt el is mondtam korábban, hogy ez arról szól, hogy gondolkodunk nagyon távol, és mindig egy évvel előrébb húzzuk ezt a történetet. Egy baj van ezekkel a fejlesztési tervekkel, hogy ez önerőből szinte minimálisan megvalósítható. Az elmúlt évben voltak pályázataink, Pécsvárad szolgáltatási körzetet érintően egy pályázat sem nyert, amit a Mezőföldvíz Kft.-vel együtt adtunk be. De természetesen ami lehetőségünk van, tehát az eszközhasználat fejében, azokat az összegeket nem is költhetjük másra, mint fejlesztés, azokat továbbra is ilyen célra fogjuk költeni. Ezért is lehet látni, hogy a költségvetésben olyan tételek nem is szerepelnek, amik egyébként a háttérben megvalósultak, gondolok itt a szennyvízterep teljes elektronikai cseréjére, Pécsalád főutcájába szakaszosan nyomóágaknak a cseréjére, vagy egy vízgyűjtőaknának ami ott ugye a világháborús emlékmű előtt volt a kijavítása. Tehát ez mind ebből a pénzből történik, és erre a jövőben sem kívánunk pénzt fordítani, kivéve ha lesz pályázat, tehát ezekből fogjuk finanszírozni.
és ezt a gördülési fejlesztési tervet kellene elfogadni. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valakinek esetleg kérdése. Ha nincs, akkor ezt is szavazásra bocsátom, mert egyetért azzal, hogy a Mezőföldvíz Kft. Által összeállított jövőbeni gördülési fejlesztési tervet fogadjuk el, azt kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Az előre kiküldött napirendi pontokon végigértünk. Nem tudom, egyebekben van-e valakinek olyan, amit szeretne a nagy nyilvánosság előtt elmondani? Bármi olyan program? Ugye most egy kicsit szűkebb ez a rész, mert a programok túlnyomó része az bukott, ugye? Egy-két gondolatot viszont én azért el szeretnék mondani. Az egyik dolog, hogy több civil szervezet megkeres ugye azzal, hogy alkossam meg a véleményemet rendezvényekkel kapcsolatban. Én annyit szeretnék elmondani, hogy ugye nagyon nehéz ebben az esetben a polgármester és a privát véleményt elválasztani. Polgármesteri vélemény több esetben nem tudok mondani, mert semmi közöm hozzá. Tehát egy nem önkormányzati ingatlanba tartott civil szerveződésű programra nincs ráhatásom. Azért azt el szoktam mondani, viszont a privát véleményem az, hogy mindenki próbálja azt átérezni, vagy magáénak tenni, hogy azt a gondolatot, hogy Pécsvádváros önkormányzat több nagyszabású programot felfüggesztett, átütemezett, vagy lemondott. Ezek nem véletlenül vannak. Tehát egy civil szervezetnek a vezetője eljön hozzám és megkérdezi, hogy mit szólok, akkor nyilván ez egy költői kérdés, és a költői választók adni. Nem gondolom, hogy most ilyen programokat kell szervezni. Sok esetben meglepő volt, hogy idős korosztály számára próbálnak szervezni programot. Ezeket a kérdéseket már nem is értem, hogy hogy jut el idáig, hiszen ezt, ha valaki átgondolja, úgy gondolom, hogy ez egy picit ér fel egy öngyilkossága. Tehát ez az én véleményem. Természetesen sehol nem hivatalos véleményt mondtam, mert nem mondhatok, de azért elmondtam a privát véleményemet, hogy próbáljunk már odafigyelni, az egész kormányzat azt kéri tőlünk, az önkormányzatoktól, a helyi egészségügytől, próbáljuk megóvni ugye az idős polgárainkat. Na, ez így nagyon nehéz lesz, hogyha nekik szervezünk ilyen kis, bocsánat, hogy mondom, bulikat. Nem, nincs ráhatásunk, nem tudjuk, hogy ott betartják az alapvető szabályokat egyébként, és most nem komoly szabályokról, az alapvető távolságtartás, maszk, ilyesmit, de biztos vagyok benne, ha most a privát véleményemet kérdezné valaki, hogy nem fogják betartani. És utána előáll majd egy helyzet, és akkor mindenki kétségbe fog esni, hogy atya úristen, most mi lesz, hát meg igen, hát ha kihívjuk magunk ellen a sorsot, akkor ez lesz. Ugyanígy a PIF vezetőségével is beszéltem, én úgy gondolom, hogy hiába fiatalok, hiába ellenállók és jó fizikummal, jó egészséggel rendelkeznek, ezt a vírust ugyanúgy szállíthatják. Tehát nem gondolnám, hogy egy diszkó vagy egy számukra megrendezett bál jelen pillanatban cél lenne. Természetesen, ha nem a saját ingatlanunkban van, akkor ebben sem nagyon tudok beleszólni, de én úgy gondolom, hogy most nagyjából mindenki ezt átlátta, talán még itt egy egyházi szervezésű dolog van, ami még függőben van, én bízok benne, hogy ott is egy józan döntés születik. Nem azt jelenti, hogy ezeket nem kell megtartani, csak szerintem nem most kellene megtartani. Tehát ezt azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy ezzel nem fogalmaztam meg egyéni véleményt, nem hiszem, hogy itt a ülő képviselőknek ezzel kapcsolatban jelentősen eltérő véleménye lenne, vagy lehetne. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Egy-két apróság tegyek csak így végigfutva, Dombai Tavi szemetelés, hát megint olyan dolgokat éltünk meg, amit már nem is tudok minősíteni, meg nem is szeretnék. Készül ezeknek a szeméttárolóknak a fogadóhelységének a lezárása, és innentől kezdve délkomos szerződéssel lehet kulcshoz jutni, tehát a kukák bekerülnek egy olyan zárt helyre, egy ráccsal teljesen körbe és fölülről, oldalról, mindenhonnan lezárt térbe, ahová csak az fog tudni majd bemenni, akinek van kulcsa. A kulcsok egyébként másolás biztosak, tehát csak Pécsvárad önkormányzatán keresztül lehet ehhez a kulcshoz jutni. Próbáltam egyébként a Délkomon keresztül kikérni, hogy egyszer láthassam, hogy kinek van ott szerződése. Teljesen félreértették, tehát nem a Dombai tó környékét, hanem a Dombai utcát küldték el, de mindegy, el is engedtem ezt az ügyet, mert ez nem fog működni. Meglátjuk onnantól kezdve, hogy a szemetelés, illetve a szemét lerakás az megszűnik-e. Ha nem, akkor a következő fokozat az pedig az, hogy összeszedjük az összes nagy kukát,
és szépen mindenki egyedileg bemehet és igényeljen kukát magának, és ezt majd minden hulladékgyűjtési napon, ahogy tudja, lehúzza arra a helyre, ahova még el tud menni a jármű. Tehát az utolsó adataink szerint már az idén is talán átléptük az 1 millió forintot, amit pluszba fizettünk hulladékszállításért. 1 millió forintot. Tehát kezelhetetlen. Készültek képek, videók, pár emberrel, embert megállítottam, akik beazonosíthatók. Nem tudom, tehát hogy mi nem világos ebbe, ez, és hogy hányszor elmondtuk ezt, és talán mondhatom, hogy évek óta, vagy talán évtizedek óta megy ez, nem tudom, egyszer nem változik meg. Ez az utolsó lehetőség, onnantól kezdve mondom, marad a privát rész. A járványügyi előírásokkal kapcsolatban volt itt az önkormányzaton belül egy kis félreértés a dolgozóink között, hogy mit szabad, mit nem. Én abba bíztam, hogy a szóban történt eligazítás, ugyanúgy, ahogy egyébként az intézményrendszerünkben is mindenki megkapta. Nyilván, ahol írásba kellett, ott írásba kapták, meg gondolok itt az óvodára. De azt hittem, hogy ez elég. A mai nappal itt is írásban rögzítve lett, hogy akkor hogy van ügyfélfogadás Pécs-Hadváros önkormányzatán a hivatalon belül. Ehhez kell innentől kezdve mindenkinek tartani magát. Ez kiírásra került a portán, minden dolgozónk elvileg megkapta. Jegyző úr továbbította nekik. Én annyit szeretnék minden pécsadi lakosnak elmondani, hogy két kategória van. Van az épületben dolgozók, és az épületen kívül élők. A dolgozóinknak előírtuk minden érkezéskor, ahányszor kimennek, ahányszor visszajönnek a kézfertőtlenítést, az egyéb személyeknek pedig ugyanezt plusz az ügyintézőhöz való mozgásig, tehát amíg el nem érnek az ügyintézőhöz, a szájmaszk használatát. Ott, ha az ügyintéző egyedül van egy irodába, zárt ajtó mögött dönthet arról, hogy ő megengedi, hogy levegye az adott illető. Ha többen dolgoznak, akkor mindenkinek a beleegyezése kell. Egyébként az ügyintézésre szánt irodákra megkértem, hogy amennyire lehet szellőztessék folyamatosan, tehát ez működjön. Csak ezt azért mondom el, hogy senkit ne lepjen meg, és kollégáknak is mondanám ezt, hogy ha nem az épületben dolgozik, vagy képviselőtársaim, akkor ezt fogadjátok el, hogy addig, amíg felérkeztek a szintre, és elmentek ahhoz az emberhez, akihez érkeztetek, akkor ezt fogadjátok el, hogy addig ezeket az előírásokat be kell tartani. Nem tudok, és nem is lehet külön szabályozást adni egy képviselőnek, nyilvánvaló. A képviselő jelen esetben ugyanúgy működik, ha nem itt dolgozik, mint egy külsős. Ennyi lenne a kérésem. Én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, ezekkel vagy bármivel kapcsolatban van-e esetleg kérdés? Parancsolj! Nekem lenne kérdésem, azt szeretném kérdezni, hogy itt a közelmúltban volt két közbeszerzése a városnak, amelyikből az egyik az sikeres lett, ezt tudjuk már, hogy ezt mikor kezdik el kivitelezni? A Vásári útra gondolok. Igen, ezt... igen, tehát annyi van, hogy ugye ott kérte a kivitelező, ami nyilván muszáj is, az adott útnak a kitűzését. Bori Gábort megkértem, bekértünk három árajánlatot, egy volt, ami jelentősen olcsóbb volt, az úriembert megbíztuk, kitűzte a legtöbb helyen, illetve abba maradtunk, hogy van egy pár szakasz, amit a kivitelezővel együtt fogunk megnézni, jön a geodéta is, mert ott, tehát azt nagyon jó tudni kell, ugye az elmúlt ciklusban volt ugye ott a Köműves családdal kapcsolatban azért probléma, nem is erre akarok rávilágítani, csak az megmutatta, hogy a térképeink és a valóság között óriási különbség van. Na most ez a dolog, ez ugyanígy fennáll a Vásári út kapcsán is. Vannak olyan szakaszok, ahol az egyszerű megoldani, de van olyan, ahol jeleztük sajnos a kivitelezőnek, nyilván ez mondhatjuk úgy talán, hogy neki többletköltség, ahol komplett kisebb erdőrészeket kell megszüntetni, mert az út az ott megy. Na most ezeket most végig fogjuk járni az egészet. Én úgy gondolom, hogy ez heteken belül elkészül. Tehát a szerződések megvannak, nyilván tehát a formai részben semmi probléma. Ez az egy volt, ez a kitűzés. Már az a hosszú etényben vezető útnak az első pár métere nél már akkora eltérések vannak, hogy ahol az út van, az telek, és ahol telek van, tehát lekerített telek, ott belül kéne, hogy menjen az út. Ezeket most mindet át kell egy kicsit
beszélni, hogy akkor ez most hogy legyen meg, mint legyen. De ezek ilyen 20-30 éves szokások, hogy arra közlekedik mindenki, noha az egyébként privát terület, és a mellette lévő privát területen meg az útnak kéne lenni. Tehát így tartunk. A másik az érvénytelen, igen, hát az érvénytelen, az most második körben nyílt közbeszerzésbe kerül kiírásra. És bízunk benne. Tudjuk majd nagyjából annak, mikor lesz a vége? Abban annyit tudok mondani, most 2 órája küldte a közbeszerző meghívót, és miközben itt ültünk, hogy a tervezett és javított előkészítő jegyzőkönyvet most csináltam meg. Most kaptuk meg délután 3-kor, ezt holnap át kell néznünk. Elvileg a dokumentáció most készen áll arra, hogy kiküldésre kerüljön. Még nyílbeszerzési eljárásról beszélünk. Ezt átnézem én is, meg a Winkler Gyuri is a napokban, és szerintem akkor jövő héten reális Sámbori hét vége fele ez kiküldésre kerülhet. Köszönöm. Most annyi, hogy nyilván majd egy belső információs rendszerbe azért felhívjuk a helyi vállalkozóknak a figyelmét, hogy ők is figyeljenek oda, mert ugye itt most azért itt több, valószínűleg több tucat cég fog megjelenni. Meglátjuk. Jó, másnak esetleg? Ha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a munkáját és a jelenlétét, és hát továbbra is mindenkinek jó egészséget kívánok. Most ez a legeslegfontosabb, erre épül a városnak a további élete. Köszönöm szépen. Köszönjük.